Polgármester úr, felújításra került a német klub, mai nevén Nemzetiségek Háza. Mit lehet tudni erről a beruházásról? Hát nagyon kalandos úton került Komló városába ez a beruházás, hisz első körben Miskolc és környezete volt az elképzelt helyszín, amit politikai erők úgymond megfúrtak. Ezt megkísérelték Komlón is megtenni. Hála Isten elég erős volt az önkormányzatban lévő többség, és ennek köszönhetően ma már elmondhatjuk, hogy közel 50 millió forinttal gyarapodott Komló városa, és létrejött a Nemzetiségek Háza. A mai ünnepélyes átadón is mindenki kaphatott a nemzetiségi kultúrából egy keresztmetszetet, ami azért már több mint 20 éve kőkeményen itt van a városunkban. És valójában ez a helység is már több mint 20 éve a német nemzetiségi önkormányzat használatában volt, de a korábbi átalakításoknak voltak olyan kötöttségei, és akkor is az elképzeléseknek valójában a rendelkezésre álló források szabtak korlátot, amit úgy gondoltunk, hogy most több mint 20 év után újra kell gombolni, és az akkor nem rendelkezésre álló források miatt most egy lehetőséget ki kell használnunk annak érdekében, hogy egy olyan nemzetiségek házát hozzunk létre 2015-ben, ami az elkövetkezendő évtizedekre méltó otthon tud biztosítani nem csak a nemzetiségek számára, hanem a Komló városában működő nagyon-nagyon sok civil közösség számára, és ez volt az alapvető cél. Aki látja a házat, az látja, hogy teljesen megújult. Teljesen megújult, sőt, bővült. Itt nagyon sok embernek kell megköszönni azt, hogy idáig eljutottunk, mert ha nincs a német nemzetiségi önkormányzatnak az a pozitív hozzáállása, nincs Komlóváros önkormányzatának az a döntése, hogy bármilyen külső nyomás ellenére a jót látja meg ebben a lehetőségben. A Gandhi gimnázium, mint projektvezető, nem áll ez az ügy mellé. Ha az EMI, mint minisztérium nem támogatja azt az elképzelést, amit közösen itt megfogalmaztunk, akkor ma nem jutottunk volna el idáig. És még egy dolgot meg kell említeni, hisz bővült a Nemzetiségek Háza alapterületileg is. Ha ebben nem partner a komlói katolikus egyház közösség ebben a bővítésben, akkor nem tudunk ilyen színvonalú épületet létrehozni, és ilyen színvonalú környezetet kialakítani. Mindenki láthatja, hogy nem csak az épület, hanem az előtte lévő parkoló, a park is megújult, sőt a mögöttünk lévő óvoda belső udvara is ennek köszönhetően bővült, új járófelületet, új parkfelületet kapott. És ez a ház, a Nemzetiségek Háza, ez egy épület csak, és kell bele az a közösségi élet, ami jellemezte az elmúlt 20 évet. Kell bele az a hit, az az összefogás, ami jellemezte ezt a közösséget akkor, amikor összefogott ennek a beruházásnak a megvalósulása érdekében. Ha ez meg lesz, akkor élet, lélek költözik az épületbe, és meg fogjuk közösen tölteni tartalommal. Én úgy gondolom Komlóváros polgármestereként, hogy a városnak is szüksége volt egy ilyen új közösségi térre, hisz nem nagyon rendelkezünk olyan helységgel, ahol a főterem
közel 150 négyzetméteres, és mellé a 21. századi színvonalhoz kapcsolódó szolgáló helységek vannak, a teljes akadálymentesítéstől kezdve minden megvalósult ennek a beruházásnak köszönhetően. Teljesen megújultak a belső berendezések, új számítógépek, új elektronikus eszközöket kapott ez a közösség, amelyet azt kívánom, hogy nagyon sokáig használjanak nagyon sok embernek az örömére.